キシコロンバナジョンナジョンミンデンでイーデクルードゥミンデンとアカルト親ナジョンモズゲイコにチェレクボルトイーデシャンニャムセリンこちらアカルトはタンツォルにアカルトはシュポートズにアカルトゼネズにミンデンとアカルトで、スレイウジゴンドコスタネンミンデンレヘッドエジベンシュイーデシャンニャムトゥッタゾンゴラズにシュボルトイシュメレシュゾンゴラタナルシュアゼルトケツトゥンクゾンゴラズにアザエルシュボルトシュエリグヨーメントミンデンシュエルスルアミコナジョンキチコリゴンドタムホジゾンゴリしたレッセンでエジピッツとヌートフェル、ショクマーシクハングセルバリマーシクシュイルデクルルトエシュアゼルトミンデンアカートミンデンキプロバータムホジクラリネターズにフルヤーズにギターローズにそんなジョンショクミンデンとキプロバータムエシュウタナビーグレゲシェンオーダーケルテムギムナ順番ゼノゼネタゴザドバゾンゴリシタキンでイガザンエンネンボルタモヤンソルガーマシチェレシュヨートゥッタミンデンチナウでゼネタゴザドバウジデルテキホシェゾンゴリシタミンデンナプヤーチクネジウトオーラジャコーラシュエシュエンハルモラジャコロータムでショハトゥペジャコロータムエシュアゼルトネムエシュネムシャカタムトゥペトエシュゴンドータムアスネムエンパイアムケツテムでバラミトゥルコモイネケマゾンゴラズにダミコエゼテミトバーラストムピシートアゴンドータムエンネムゼネゼネパイアハネムアルタラノシュエゼテムレメルトアルタラシタジボエナジョンヨーミニドナジョンヨーキトゥヌボールドゼネボリゾングラボルナジョンヨーメントでオスタイフヌキウジゴンドコスタエムメジェク東京バゼネアカデミアズバラホーゾングラサクバでエンネムアカルタシャスレムネム幼少体保持モスタナバネムゼネハネムアルタラのイシコラバシャゼルトコンプロミスムトテットゥンク保持タナリケープズエジェテンゾングラネムゾングラネククニンチゼネシコラ保持ゼネタナルサクバシャウジケルテムサッケズプウヤムサッケズプイシコラギムナジウムゼネタナルサクバケルアスウタナオトンタニトッタンギムナジュンバネハニイベットエシュビーグレゲシェンエルスゾンゴラボでウタナバートスタッタム、マガイネクサクラエシュアゼトマガイネクエリコモヤンタヌタメジェテメンエシュメレテナジョンイルデクルドドヤンゼネエルメレトバチゼネトゥドバンゼネトゥルテネトエシュナジョンセレテテメシュバラトムクレバラオヤムオヤムトゥチャパトトエピテテムタラコスでも古代モードセ古代コンセプシオメトイデエエンジェネテメンアザゼルタゴザトエルヌクボルトイデエネムゼスクジ古代大社社の中エルヌケボールドエシアゼルトミンデンキトゥットゥンコザ古代モーセボールエシネケミナジョイユデクルドゥッエシアゼルトボートヤンエシェメニアザクズベンホジマジェオサゴンカプヨンウストゥンビアトエシカプタムウストゥンビアトエシイデユッテムラグデルトエシュセールアスホジ古代モーツセルボールピチとカラベゼテーシュ古代モーツセルエルメレットタヌーニオイモドンユッテムイデマジャオサグラでエシタヌータムアスタヌータムケチケメテムエデピテネタヌータムカラベゼテーシュシナジョンハスノシボールでクズベンウジユッホジオットケチテムショッカーとカマラゼネズミエシュヤパンはなぜイデケシモドン認知オヤンカマラゼネオーラ
Kamerzene, külön kamerzene tarz nincs. Zene akadémiase, az első olyan nincs. Csak zongora óra, vagy hangszer óra, vagy ének az van. De kamerzene óra nincs. De csak sokat kamerzene kumi, de külön óra nincs. De itt van kamerzene óra. És nekem ott nemzetközi intézményben sok kamerzene. Nagyon tetszett nekem. És énekes voltam, és azért ének irodalomból nagyon sokat tudtam, és akkor kezdtem énekessel, nagyon jó társat kaptam, és akkor ő is zongorista volt, de ő is nagyon szeretett énekelni, akkor egymás, én kísérlek, ő kísér, énekel, azt kezdtünk, és nagyon tetszett nekem, és azért gondoltam abból valami legyen. Másik pedig egy nagyon kedves tanárnő nekem kérdezte, hogy Magyarországon nem akarsz tanítani valahoz, mert neked már van tanítási tapasztalata. És közbe derült ki, nekem kell magyar diploma. És egy tanár azt mondta, hogy te nagyon jó kísérő szakba menni, hogy gondolod? És nagyon jó megy, gratulás. És akkor kipróbáltam oda menni, és felvételiztem, és sikerült. Pár hete utána az a tanárnő hívta engem, te nem akarod csembalozni. És úgy került a csembaló szakba, és én első órán úgy érzettem, sok minden kipróbáltam, sokfajta hangszerem, de amikor első órán úgy érzés voltam, ez az én hangszerem. Az volt, nekem nagyon jött ott szívemben, és nagyon szeretettem az a hangzás, a billentés, mindent. És stílusos nekem pont jó volt a légzene, nem olyan romantikus, olyan sok fájdalmas, vagy nem olyan fajta ember vagyok, és azért nagyon tetszett. Először zongoratanárként kezdtem, de mindig akartam, hogy csembaló tanítani, és csembaló végülegesen nem szóló hangszer, kamara hangszer. Az is nekem tetszett egy lesz, és kamaratársat hogy találni, és nem könnyű volt útja, de valahogy most úgy kialakul, most iskolában itt van, és nagyon köszönhető itt iskolában, Pomaz iskolában, azt én olyan csembalózni, hogy csembaló tanítani, sokat támogatja, és én nagyon szeretem tovább is csinálni, és most kezdtünk pár évet tanárokkal, légzenekkel szerezni koncerteket, vagy kamarazenezni együtt, és az még picit tovább nem annyira időben nekem, de szeretném tovább csinálni. Most végülegesen szerencsére négy csembalista van, és most néhány év kezdtünk csembaló kamarazenét tanítani, fülijásokkal, és tekerőssel, vagy tekerőssel, és jó sikeret tudtunk hozni, részt veszünk verseny is, és valami fesztivál is, és gyerekek is nagyon szereti kamarazene órát, azt szeretném folytatni, és akiből természetesen én zongoristát tanítom, körülbelül olyan 10 gyerek zongoristát, és nagyon szeretem a csembaló kísérlet, hogy fülijásokkal sokat dolgozom, és az nekem legjobb óra van.